Sziasztok, üdvözletem minden a Göcsej Intercity felérzetéről. Ismét egy vonalbejárós videó lesz. Ezúttal lovas belény és alcsú doboz között fogunk menni vonalat bejárni. Látok, most van 6 óra 46, egész pontosan, úgyhogy elértem a vonatot. 7 órakor fog indulni, 7.40-kor Fehérváron. Ott lesz 50 percem átszállni a buszon, ami lovas belénybe indul 8 óra 30 perckor. És hát onnan akkor vonalbejárás, igazából 17.25-kor indul az utolsó busz alcsú dobozzal, amivel még időben hazaérek, úgyhogy azt muszáj elérni, de valószínűleg a korábbival már fogok menni, mert 16 óra után meg már sötétedik, akkor már nagyon lehet vonalat bejárni, úgyhogy jutunk ameddig, jutunk addig. És akkor megérkeztem Lovasbedénybe, úgyhogy irány az állomás, ott látjátok már ott van a vasúti átjárót jelző tábla, tehát az állomás is itt lesz valahol. És ha az állomás megvan, akkor meg már csak az irányt kell belőni és mehetünk. Ha minden igaz, még ketten kijönnek Lovasbedénybe és valameddig jönnek majd vonalat bejárni, hát majd kiderül, hogyha kiérek az állomás, hogy ott vannak-e. Én esetem most leírtam, hogy megérkeztem. Egy bizony ott a vasúti átkelő, úgyhogy irány az állomás. És itt vagyunk Lovasbedénybe. Ja, látjátok, itt van az állomás. Hát el fogok menni egyébként addig, viszont van itt egy őrház is. Valószínűleg egyébként sorompőr volt itt. Hát el tudom képzelni, hogy itt valaha volt egy tekerő sorompó. De ugye megyünk és megmutatom az állomást. Egyébként 2017-ben már jártam itt. Egyszer akkor még Fehérvár felől eddig járható volt a pálya, és egy nohabos külön vonattal már voltunk itt. Hát azóta annyi változott, hogy már Fehérvár után ki van zárva a pálya a forgalomból, és már járhatatlan. De 2017-ben Lovasbelényig még volt teherforgalom. Aztán 2018 végére aztán akkor szűnt meg teljesen, és azóta meg annyira elvadult a pálya, hogy már ugye VFT kizárta a forgalomból, és lehet, hogy már gyalog se járható. De ezt nem tudom, mert Lovasbelénytől Fehérvárig nem fogom bejárni a vonalat, mert azt már megtettem vonattal. De az állomás épület azért még megmutatom. Ugye az állomás épület, azt látjátok, hogy lakatlan. És látjátok, hogy még villanybekötés is van, viszont ott meg le van szerelve az elosztó doboz, tehát mi meg tudjuk nézni, hogy van-e áram az épületbe. Már ugye szerintem nincs, de nem úgy néz ki, mintha egy bárki is lakna. De még az a régi forgós villanyóra van, tehát hogyha ha itt van valami, hogyha lakik itt valaki, akkor valamennyi fogyasztás van. Tehát az áramérő keréknek mennie kell. Vagyis hát nem, így közelebbről megnézve ez már digitális. Hát nem tudom, hogy dadasakon kívül lakik ebbe valaki, de nem úgy néz ki, mint hogyha ja, meg le vannak kapcsolva a kis megszakítók is, hát akkor itt már nincsen fogyasztás. Na hát itt van az utcafronti rész is, hát nem úgy néz ki, mint hogyha lakott lenne. Azért a villany még be van kötve. És érdekes, hogy itt abban a házban is, itt van bekötve, és itt is le van kapcsolva. Szerintem ennek a villanyórája lehet csak itt, mert abban a házban valószínűleg már még laknak, hogy autó is áll az udvaron. Viszont itt kitörték az ablakot, úgyhogy megpróbálok ide belesni. De szerintem sok érdekeset nem találunk, ez egyébként a váróterem volt. Igen, ott volt a férfi női WC, és a túloldalt a kiárat. Tehát ez bizony a váróterem volt, és hát igen, itt is be volt lakva, de ezt már valaki kitörte, mert kíváncsi volt, hogy mi van odabent. És akkor mehetünk is tovább. És akkor most már innen tovább, Bicske fele. Na, itt már nagyon látszik, hogy 1980 óta nem járt vonat. Legalábbis rendes, mert a hajtányjal még mentek rajta a Lovasbelény. Hogy hát Lovasbelényig nem, mert most ott vagyunk, de vértes a csáig, itt már itt jártak még 2005-6 környékén is. És mondom, és akkor a Lovasbelényből megérkeztek a helyi erők. Mutatkozzatok be. Sziasztok, én Boros Jan Balázs vagyok. Német Márta vagyok, sziasztok.
És mind a kettő lovas belények. Igen. És akkor jött a detektív vonalba járni, ez az első gondolom. Igen. Hát lehet, hogy az utolsó is majd, hogyha olyan állapotokat találunk, hogy nem lehetek, de hát haladjunk tovább, Bicske fele, aztán látjuk. Vagyis hát olcsú dobozig terveztem, ugye onnan már van, addig van kiépítve a kisvasút, illetve onnan meg már ugye bejártam addig múltkor. Ja, azt a szakaszt, ahova a Keskely gyomtárba újraépült, az vonattal is, meg gyalog is bejártam már. De itt még egész jó állapotok vannak. Szerintem majd ott az erdőben lesznek az érdekes dolgok. Itt valószínűleg itt, ami a településen belül van, azt általában azért szokták karban tartani valamennyire. Ha kijönnek közmunkások itt gazdvágni, akkor a sinek mellett is megcsinálják. Szóval itt megvan még a régi labirint korlát. Sok haszna már nincsen, meg ez 1980 óta szerintem újra festve se volt. De hát igen, itt megyünk tovább. És a következő az verebb lesz, az csak egy megállóhely. De úgy tudom, hogy már az épület sincs meg a tábla se. Meg szerintem ott már sinek se. Viszont itt van egy egyszerű út átjáró jelzőtábla, tehát szerintem még egy ilyen gyalogos átjáró lesz. Vagy valami Hubolt Herold megfordította és ezt jelöli. Lovasberény határában a pálya állapotok. Sinek azok még megvannak, de ugye látjátok, hogy mi van itt. Viszont akász nincsen, meg királydínje eddig. És itt megy mellettünk a közút is. Ez melyik út? Ez a 811-es? Igen. Akkor ez megy verebb fele? Igen. Akkor még jó irányba is megy, még addig jó, ameddig közel van. Ha nagyon begazosodik, akkor a közút mellett még mindig lehet menni. Viszont megvannak a sinek, csak nem látszanak ki a gazból. Meg érdekes módon nincsenek távírófóznák se. A legtöbb vasútvonal mellett szoktak lenni, és az mutatja a nyomvonalat akkor is, amikor már a gaztengertől nem látszik. Viszont ez a szakasz nem úgy néz ki, mint amit pár évek igazoltak, mert hallottam ilyen híreket, hogy bár igazából ott is csak azt mondták, hogy nem azt, hogy végig is mentek, csak azt, hogy elkezdték. Amikor vizsgálták, hogy tovább lehet a Keskeny nyomtávot építeni lovasberény fele, meg hogy mennyiért. Majd főleg az a kérdés, hogy mennyiért, mert kiépíteni azt ki lehet. Hogyha már a alépítmény megvan, hogy mennyiért és hogy megéri-e. Most jönnek majd az érdekesebb részek a villanyfásztól. Szia, ló! Ilyen egy lóerős járgánnyal gyorsabban tudnánk haladni. Ilyen közelről még nem érdeklődött vonalbejárás közben állat. Pláne ló. De neki van itt a villanypásztor. Egyébként a pályaállapotok azok nem változtak, csak a sineket nőtte be teljesen. De haladunk tovább. Amúgy szerintem ilyen hasonló állapotokra kell számítani. A következő mint egy 10 kilométeren is. Még ha ennél rosszabb nem lesz, akkor már igazából nem is jártunk olyan rosszul. És némi bozót harc után vissza a töltésre, és látok, hogy innen ismét vannak sinek, ki tudja meddig. Ott még a talfa is látszik, itt meg szerintem egy-két helyen még a talfát is ellopták, nem csak a sineket. Mondjuk ezen már nehezebb lesz átmenni. Ugye ezt nézzétek, itt még a gaz, és akkor itt van egy szakasz, ahol viszont mintha teljesen frissen bontották volna fel a felépítményt, úgy néz ki. És továbbra meg a szintén gaz. Bár már mint ami kicsit mérsékeltebb lenne. Kicsivel arrébb megnézzük. Itt azért egész vállalható volt idáig. Még egy-két alfa is látszik itt a gazba. És akkor nézzük meg, hogy erre mi van. Hát itt meg már a susnyás ismét. Na, hajrá, menjünk előre. Na, ezt nézzétek, innen meg már kicsit jobb lesz a helyzet valószínűleg itt a betonaljas vájánál. Az átjáró, és ami egykor aszfaltos lehetett, itt egész jó alapoda megmaradt. Ahhoz képest, hogy honnan jöttünk. Nézzétek, innen már sokkal jobb a helyzet. Megvannak a betonaljak, csak a sineket lopták el, és itt nem nőtte be az annyira, itt valószínűleg
az alépítmény is jobb állapotú lehetett. De hogyha ilyen lenne végig, akkor azzal ki tudnék békülni. Kényelmesen lehet itt a beton aljakon lépkedni. És hamarosan megérkezünk szerintem veled megállóhelyhez. Mindjárt ránézek a térképre, hogy milyen messze vagyunk már tőle. Ez eddig a legjobb szakasz szerintem, amit találtunk így bejárás közben. Ezt nézzétek, itt van a főút, az még mindig a 811-es, és itt volt valahol az átjáró, ahol már rendesen kibontották. De itt volt a töltés, és a velepi megállóhely is itt volt. Valahol. És egyébként a térkép is jelez itt mellette egy utat. Tehát valószínűleg itt igen, hogy az út, és akkor itt mellette itt mentek a sinek. Hát nyoma az már szerintem semmi nem maradt. Ott van valami? Ja, biztos valami ezért kábel van ott, vagy volt régebben. Azt szokták így megjelölni. És itt látszik, és itt volt a pályatest, és itt volt a megállóhely is valahol. De csak egy sima táblás megállóhely volt, úgyhogy annak aztán sok nyomát nem találjuk. De gyakorlatilag ennyi. De viszont itt lehet majd mellette menni az úton. Hát igen, is tovább, ott látszik, igen, ott ment a pálya, ott, ahol a fák mutatják a helyét. Nézzétek, hogy innen a bevágásnál itt teljesen jó, még az alépítmény is van, ahol megvan. És itt, ahogy megyünk tovább itt is. Csak mérsékelten nőtte be a gaz. Hát meg ez csak sima, azért száraz. Nem szúrós, meg semmi, ezen simán lehet menni. A tavasút, ez a legjobb, és ennyi maradt belőle. Hát majd itt mellette tudunk csak menni. Itt azért is megcsinálták ezt a tanksapdát. Itt már tényleg csak munkagépekkel lehet járni. Ezen már személyautóval se lehetne átmenni. És akkor tovább a vasútvonal mentén. Elhagytunk két villanyvezetéket. És hát itt csak egyenesen. Mellette lévő közútpost most sokkal rosszabb azon menni azon a sáros tankcsapdán, mint itt. Ez általában fordítva szokott lenni, hogyha van mellette földút, akkor sokszor, hogyha nagyon benövi a gaz, akkor egyszerűbb azon menni. Hát most pont a fordítottja. Most még hogyha egyszer-kétszer akázbokkal is van, akkor is jobb itt menni. Legalább sár nincsen. Viszont itt nem úgy tűnik, hogy most jó, mert ameddig el lehet látni, ilyen egyszerű, járható útvonal van. Ezt nézzétek. Eljön a jobb a gaz. Ezt nézzétek, itt át van vágva a töltés. Rendesen. És itt még a földet is ráholták a sinekre, ez itt érdekes. És arrafele van a vasút. Csak hát itt nem tudsz tovább menni. Mellette ott van a fullsáros tankcsapda, viszont itt szerintem erre lehet menni, hogy erre felekedülünk. És akkor némi helyzet jelent, és ott van egyébként a főút a távolba, tehát még annyira a civilizáció sincs távol, és hát pályatest, és nagyjából még ez a legjárhatóbb szakasz itt mint a fű mellette, de majd még be fogok menni a töltésre, mert ugye a többiek alkalmi utitársak pedig itt feladták a megpróbáltatásokat, és elindultak vissza a közúthoz. Már még lehet, jobb ajátok van, hogyha itt kimennek, nem tudom, itt van-e busz megálló. De hát amit elhagytunk, az a biztos. Hát egy körülbelül egy 2-3 kilométert, ha jöhettünk a félúttól, ahol ki van bontva az átjáró. Bár nem jöttünk 2 kilométert, és még 4 van vértes a csáig. Tehát mondjuk itt tényleg jobban járnak, hogyha arrafele mennek vissza, ez igaz. És itt van mellette a pályatest, hát most, hogy az előbb már földet is holtak a pályára több helyen, meg köveket, de hát ott már nem igazán járható. De most meg úgy tűnik, hogy megint ugye visszaállt a régi rend, úgyhogy hát megpróbálok visszamászni, hát jelzően a tankcsapdán nem egyszerű. Itt középen, hát mert itt süppetős nagyon a sár, tehát ott azért bokáig belesüppedek. Hát itt az a legegyszerűbb, hogyha itt lépek egy nagyot, akkor itt nem, és aztán még egyet.
És itt, ja, hát igen, itt, ja, itt meg vissza is kell menni a vasútra, mert ez a sáros földút elkanyarodik. Mondjuk jobb is, bár azt mondták itt a biek, ameddig még voltak, hogy ezen biciklivel is mentek ezen az úton, bár akkor nyár volt és nem volt ennyire sáros. Valószínűleg így van. Hát akkor most már egyenesen előre innen úgy tűnik, hogy egész jó a szakasz. Úgyhogy megyek tovább. Igen, talfa. És innek azok itt már rég nincsenek, viszont talfák, igen. Itt egyébként hajtányal még olyan 2000-es évek közepén még mentek. Opp. Éppen most mondtam, hogy nincsenek sinek. És amint kimondtam, ez már nem is lett igaz. Bár szerintem csak az átjáróba hagyták meg. Hát akkor ezt nézzétek. Itt egész jó a telep, és a többi is várhatóan ilyen lesz. Hát eddig itt egy-két kisebb akácos van, amit ki kell kerülni, viszont a töltésen ki lehet. De ismét eltűntek a sinek, hát talfákat is már benőtte a gyom, de szerintem lehet haladni. És itt is ugyanez a helyzet, mint a nyílvidékin, hogy azért egy-egy szakaszon látszik, úgy tűnik, mintha frissen takarították volna, vagy legalábbis nemrég. Máshol meg ugye eznek az ellentéte, hogy amit ugye egyszer bejártak már, vagy kipucolták az űrszelvényt, az nem biztos, hogy így néz ki. Bár most ez pont az a szakasz, ahol még el tudom képzelni, hogy néhány éve volt. Csak és akkor csak egy-két év alatt vadult ennyire vissza. Valószínűleg ott is ilyen szakaszosan működik, és nem is az, hogy mint a nyílvidéken is, hogy itt járt a PFT, ott meg nem, hanem az alépítményben lehet a különbség, hogy ahol kicsit jobb minőségű volt az alépítmény, vagy több megmaradt belőle, hogy itt jelesül, mondjuk a bazaltkőből, ott kevésbé tudott rámenni a gyom. De itt különben azt hiszem 2005-6 környékén itt még hajtányoztak vértes a csáig. És egyébként ezen a szakaszon készült az egyik közdokos oktatófilm, a úgy értettem, hogy vonat az év bakterrel, amelyik idő előtt tekeri a sodonfót, mert ugye rosszul értette, hogy nem, hogy jön, hogy PFC kocsi jön, és meg azt hitt, hogy vonat, és akkor hamarabb leengedte a sodonfót. Eddig tartott a jó világ. Akkor ezt figyeljétek, sikerült átverekednem magam egy ismét egy nagyobb dzsumbujon. Erre fele viszont úgy tűnik, hogy jobb a helyzet, pláne ott a távolba, ahol szintén már kiérünk az erdei szakaszról. És előbb-utóbb már Vértesacsa határában leszünk. És ugye Vértesacsa az Verebben ellentétben ott keresztül megy a településen, vagy legalábbis jobban érinti, mint Verebet, ahol csak a nevében volt a megálló hely, Vereb. Egyébként a falu azonnal még jóval messzebb van. És egy átereszhez érkeztünk, és egyébként itt a egyrészt a pálya és járható, másrészt meg ez tényleg ez a tipikus erdei szakasz, amiért ugye ennek megvan a maga szépsége. Főleg, hogyha nyáron, amikor itt még a lombosak is a fák, akkor tényleg mintha egy alagút lenne. Jó, a Kemencé kisvasúton láttam hasonlót, és ott is nagyon megfogott ez a fajta a pálya szakasz, de ez azért nem semmi. Bemutatom azt is, honnan jöttem, és ez is ez a tipikus. És ez egy érdekes szakasz, és ennek megvan a maga szépsége ivasútvonal tekintetében, és hát ezt tényleg csak gyalogos bejárással lehet észrevenni, mert még hogyha vonattal jössz erre, vagy tényleg így mellette, akármilyen járművel, akár, hát még hajtányozással is mondjuk, mert ott sem ész gyorsan, de na, így néz ki az átelesz alulról. Hát itt volt valami kiszáradt patak, vagy hasonló folyékony állagú, és arra épülhetett ez. Van ott egy évszám, azt is megnézem. Egyébként egész jó tempót mentem eddig, úgyhogy ráérek erre is. 1955. Igen. És egyébként sok ilyen átvett van, amit egyébként egy aluljárónak is használnak. Egy picit magasabb, Békés Csabán tudok egy ilyenről, amit lyuknak is hívtak. Ott is volt egy nem használt átvett a régi Franklin utcai átjárónál, amit gyalogos aluljáróként használtak, vagy mondja gyalog, hát elég szűk volt, de azért egy ember átfélt alatta, mondjuk lehet, hogy aki még 190 centinél magasabb volt, annak már le kellett a fejét hajtania, de még mindig jobb volt ott átmenni, mint ugye megvárni, még felhúzzák a sodompót, ami 10 percen túl is zárva tartható.
Hát még azóta már épült rendes aluljáró, autós vagy gyalogos is. Hát ugye, amikor kérdezitek, hogy ez mi ebből a jó, meg miért csinálom ezeket a bejárásokat, hát ezért az ilyen tájakért, leginkább. Tudod, meg hát egy gyalogtúra, teljesítménytúra, hát az meg ugye jó dolog. Szabad levegőn vagy, ugye, tehát ilyen tájakon másképp nem jutnál el. Meg hát azért megvan ennek is a maga hangulata, hogy itt gyakorlatilag majd, hogy nem itt tényleg távol a civilizációtól, meg így a semmi közepén mész. Na, hát akkor és kint vértes acsa, szerintem egy olyan 2 kilométer kb. De egész jó tempót meg, és vértes acsa után meg már a következő, aztán vértes boglár, és utána meg már alcsú doboz. Mint egy meg lesz ez a 17 órás busz, mert az a utolsó, amivel még 20 óra előtt hazaérek, úgyhogy azt el kell érni, de még lehet, hogy az előzőt is el fogom érni. Meg ezából 16 után már nem nagyon lehet vonalat bejárni, mert ugye el kell sötétedni. Úgy már egyre kevesebbet látsz, ezt már múlt héten megtapasztaltuk a Nyírvidékén. Hogy Hermin a tatanya előtt az utolsó mondjuk 500 méter, az már majdnem, hogy kopsötétbe mentünk. Haladjunk előre. És ugye vértes acsa az meg állomás volt, tehát lehet, hogy hát, ha nem bontották el, meg megvan még, akkor előjelzőt és jelzőt is fog találni. És némi bizonyíték arra, hogy jó helyen vagyok. Ugye az egyik sínszál itt megvan, másik az. Ja nem, az is megvan. Ez úgy éppen-éppen. Ez itt azért nyomokban még sineket is tartalmaz a vágány, de megyünk tovább. Itt ismét vissza értek akkor, hogy lehet, hogy itt még hosszabb távon megvannak. Mondjuk alig látszik ki a gazból, de itt legalább megvannak a sinek. Akkor irány tovább. És ott, na ott előttem látom, ott lesz egy nagyobb gaz. Megint. Na, akkor ezt nézzétek. Ismét egy picit rosszabbodott a helyzet. De egyenesen tovább. Viszont sokkal rosszabb állapotokat nem találtam, mint eddig. Meg hogyha beérek a csára, ami már tényleg nincs messze, akkor ott biztos, hogy javul a helyzet valamennyit. Ugye ez a tipikus, hogy a távíró póznák tűntek el. Ez pedig valószínűleg hivatalos bontás volt, és itt megvannak a sinek. Egyébként fontokban, hogy van, ahol egyes sínszál hiányzik, van, ahol megvannak. Ilyenból így teljesen össze-vissza változik, hogy hol vannak éppen sinek és hol nincsenek. Ezt nézzétek, innen már jobb a pálya. Itt vagyunk egy útátjárónál. A sinek megvannak, és hát ugye errefele halad tovább. Itt bent a gazba. Na, ezt nézzétek, itt is egy ilyen érdekes táj. Hát itt egy vezeték megy, itt valószínűleg azért van itt kipucolva. Ez szerintem gázvezeték. Azt szokták ilyen sárgával megjelölni. Egyébként ebből a gazból jöttem ki. És itt megyek tovább. Itt megvannak a sinek. És egy újabb dzsumbúja szakasz jön, amit meglássuk, ki se lehet kerülni, ezzel muszáj átmenni. Ugye néha azért, hogy van mellette földút, vagy egy kisebb csapás, akkor ki lehet kerülni, akár szántóföldeken is, de hát itt most nem. De szerencsére ez még egész járhatónak tűnik. Csak egy-két ilyen ruhából agadós, ilyen szúrós vízbasz van. Azt meg majd ráérnek a szakasz végén kiszedni, addig felesleges. Hiába szedem ki, jön a helyére egy másik. Viszont itt van egy csapás, tehát szerintem vadászok járhatnak erre. Úgyhogy itt azért valamennyire lehet haladni. Csak nézd meg. Néha azért belegabajodok itt egy-két dologba. Ezt nézzétek, egy hatalmas ősszelvénybe lógó fa. Ez a szakasz se úgy nézett ki, mint amit gazoltak. Ja, ez biztos nem tegnap óta nőtt meg ekkorára. És ráadásul itt van a mohás talfa is, ami nagyon tudám csúszni. De ezt még viszonylag könnyen ki lehet kerülni. Vonalbejárás szépségei. És lehet tovább menni.
lesz itt még egy-két ilyen, ahogy látom. Na ezt nézzétek, itt van egy egyszerű átjáró jelző, ami valahol ott a Gaztenger után lesz. De már nagyon régóta ez az egyetlen jelző, amit megtaláltunk. Úgyhogy irány előre. De például jelzőt meg előjelzőt nem találtam. De lehet, hogy az is lesz, mert ugye Vértes a csalállomás volt. Tehát vélhetően volt. Itt most az a nehézség, hogy nem látszik a sínszál a gaztól, tehát így jó, óvatosan kell lépkedni, mert nagyon tud csúszni, hogyha rálépek. És a kiátnyom is rávezett, például itt is a sínszálra. És bizony megvan, ez Vértes a csalállomásnak az előjelzője. És akkor azt nézzétek, ott mi van. Négy lába van asztal, de nem szék. Távolban pedig ott van a földút. Vagy a földút, a főút. Tehát ez már Vértes acsa. Nyilván az előjelző megvan, kicsivel arrébb ott lesz a főjelző is, bár itt azért már nehezebb haladni. Ja, nem tudok kimászni, mert ott is kerítés van. Na kezdtem örülni, hogy akkor ott a birtok határán, ott el tudok menni, nem tudok, mert kettős kerítés van. Úgyhogy marad a dzsindzsa tovább egyenesen. Hát a helyzet súlyosbodik. A virágjártás mondta, a nemzetközi helyzet egyre csak fokozódik. Hát ezzel nem tudom, hogy fogok átmenni. Alatta se tudok átbújni, mert ott is gaz van. Úgyhogy hát most mindesetre a kamera elrak, mert ide mind a két kéz kell. Aztán meglátjuk, hogy fog sikerülni. Ez volt a megoldás. Van itt egy kanál is mellettem, és ennek a partján, úgymond az áttevébe, itt el tudok menni, és itt tudom kikerülni csak. Viszont ott legalább már van egy tisztás, ahol lehet haladni. De hogy mikor tudok a sinekre visszamenni, azt nem tudom. Ezt nézzétek, és akkor itt van Vértes a csalállomásnak a főjelzője. Alakjelző szabadállásba, a kicsit málosdáson. És hát itt volt az a dzsindzsa, amin keresztül kellett jönni, de szerencsére itt van mellette tisztás, tehát ahol nagyon gáz volt a helyzet, ott le tudtam menni mellé is. Hát, és itt van még az, ahol lehet haladni úgy, ahogy. Hát itt még nem kell. Akkor közeledünk az állomás épülethez, egyébként már lassan a település közepén vagyunk. És itt a nagy gaztenger, de már közel az állomás, itt egyébként van egy átjáró is. Sima gyalogos, viszont itt már telelősín is van, tehát itt szerintem itt lesz majd hamarosan a váltó, az egyik. Igen, itt is van, de hát ez már valószínűleg egy állomási mellékvágány. Na csak az a kérdés, hogy jutok el az állomásig ebbe a nagy gaztengerbe. És ezt néztek, itt még szerelő akna is van. És igen, ez már az állomás területe. Háttérben látszik az állomás épület is, de nincs csak erre, hogy itt valahol a mellékvágányok a gazban, már ami még megvan. Hát nem sok. De valahol itt volt az átmenő fővágány, ahol most sétálok. De annak már nyoma sincs. Hát ezeket úgy látszik, itt már felszették a teljes állomást. Viszont itt kialakítottak egy földutat, ami nekünk azért jó, mert tudunk rajta menni. Van egy kitaposott út, és ott van a Vértes acsai állomás épület. Úgyhogy csak előre. Na akkor ezt néztek. Itt a melléképület, ahol a WC van, gondolom meg. Hát igen, hát ott csak az. Nem külön férfi női WC, és itt az épület. Elég ledobbant állapotban van viszont. Ahhoz képest, hogy mi volt nem kapott felújítás, azért tartja magát, és még az sem biztos, hogy reménytelen a helyzete, mert az alcsút-felcsút épület is ugyanígy nézett ki, és azt teljesen rendbe lakták. Tehát valószínűleg, hogyha a szerkezeti állaga még jó, meg esetleg újra lehet annyira javítani, hát ugye a vakolás az nyilván kell, meg tetőcsere, de hát ott megkezdtem már a szél is a tetőt, tehát hogyha a födém is átázott, akkor azt is, de hát van az a pont, amikor már nem érdemes felújítani, hanem olcsóbb újra felépíteni. Hát ott is ugye már a téglák is gondolom esnek lefele. Ugye a vakolatból már semmi nem maradhat.
Igen, sajnos ilyen nem volt ez már, hát több mint 100 éve felújítva. És meg is látszik az állapotán. Ja, vezeték darabok. Hát meg itt már tégla is van. Tehát itt már még tüneteznek el a téglák is. Hát csak belesni tudok, mert be van rácsozva az egész, bemenni nem lehet. Viszont úgy tűnik a födém az még megvan. Viszont, hát igen, ott azért már látszanak a lukak is a födémen. Hát meg ilyen nedvesedik be, tehát igen. Hát az, hogy hiányzik a tető, viszont olyan a másik oldalt ott van egy luk. Az lehet a fő probléma abban, hogyha ázik a födém, akkor ugye folyamatosan minden esőn egyre jobban beázik. És, ja igen, építési terület. Akkor itt lehet, hogy valamit csinálnak. Ja, hát. Vagy csak szerintem az van, hogy életveszélyessé van nyilvánítva. Igen, szóval azt akartam mondani, igen, hogy házik a födém, ugye folyamatosan, és ugye, ha megkezdi a tetőt és nem javítják ki, akkor ez elkerülhetetlen. Akkor egyre jobban átázik, egyre jobban elgyengül, és ennek elengedhetetlen ugye, eredménye az, hogy beszakad, meg idő után meg nagyon ugye, egyre gyengébb lesz már. Akár már egy ember súlyát se bírja ki, hogyha rámegy, meg hát ugye magától is leszakad, és hogyha átszakadt ugye a födém, meg már a falak is teljesen átnedvesedtek, akkor már nem érdemes vele semmit csinálni. Hát ugye itt is hát annyi történt, hogy befalaszták. És ott a födém is teljesen ugye átázott, sőt ott le is szakadt a komplett födém. És itt akár be is tudnék menni, de hát biztos, hogy be akarok én ide menni. Mint én, akkor ennyi volt az épület bemutatása, mondhatni, majd még innen felveszem az utcafrontról, és hoppá, ott van egy darab sín. Ott meg egy mézga csatlakozó, meg még egy ilyen bizbel szekrénynek a nyoma, ami már komplet rosda. És ennyi, itt van a vágányok felőli része viatt a sacsának, hát látszik, hogy gyakorlatilag már mindent elloptak belőle, amit el lehet, és ez egy háromszintes épület, van egy padlástere is. Igazából ez még lakóháznak is elmenne, mert ugye itt van a körülötte is vannak házak, tehát ezt így, hát már annyira nem menthető, tehát komplet födémette mindent ülök, és valószínűleg a falak is átnedvesedtek, viszont hasonló stílusra felépítve, ugye ez egy akár ilyen több generációs ház is lehetne, vagy hát akár így 3-4 család ellakhat benne, ugye szintenként, vagy a padlástetet is beépítve. Csak hát tényleg az van, hogy összeszakadtak már a szintek is, tehát volt egy padlástértől a földszintig a födém az már sehol nincs. Tehát mondjuk szerintem, mert nem is azt mondom, hogy ez egy időzített bomba ez az épület, ez már föl is robbant. Nekem ez az érzésem, aztán persze lehet, hogy nincs igazam, és még meg lehet menteni, de hát... De nem, amikor a 150 éves lépcsősor az még egybe van. Az innen is látszik. Ez egy mézga csatlakozó volt. Fénykorában, de hát úgy látszik, ma az is eltűnt, tehát... Ebben már maximum dalazsak laknak, más nem. Az pedig ott egy bizbel szekrény lehetett valamikor. Hát akkor irány tovább. Igen. Hát ez meg a szarügy. És ez nem is állatszar, ez emberszar. Na de jó, hogy nem léptem bele. Hát itt viszont meg nem mondaná senki, hogy ez egy vasútvonal. És itt még vonat járt valaha. Hát 40 éve itt még vonat járt. Viszont a sinek is megvannak úgy egy-két helyen, csak annyira benőtte az, hogy nem látszik, de megvannak. Hát innen elég érdekes lesz a többi része a dolgoknak. Viszont itt megvannak a távírókábelek, tehát... Aha, de már nem az eredeti, ez telefonvezeték, amit ugye odahúztak, tehát ez legalább mutatja a nyomvonal helyét. És itt van az a kanál is, ami mellett eddig jöttem, és... Hát van egy hídja neki a vasúton, de egész jól járható. Eddig aztán innen jön megint a gazos rész. Viszont innen már csak vértes boglár van, aztán meg már alcsú doboz. Úgyhogy azért egész jól sikerült haladni idáig. És azért itt vagyunk vértes a csán, még mindig. Mellettünk ott a kanál is. És arrafele megy van a vasút. Itt folytatódik. És itt jött. Tehát itt is látszák, hogy a sineket az átjáróból már kiszedték.
maga a vasút az itt folytatódik. Hát, hogy mennyire lesz járható későbbiekben, látjátok, ott megvannak a sinek. Így tehát azért meg tudom mutatni. Azt pedig majd kiderül, hogyha tovább megyek. Vértesboglár lesz a következő megálló. Még a csúddoboz előtt. És ezt nézzétek. Itt is van valami áteresz, vagy híd. Ez valami mellékága lehet szerintem ugyanannak a kanálisnak, amit itt az előbb volt. És pedig a régi távvédópózna, de ez már a telefonvezeték, ez nem a régi távvédóvezeték, vagy nem az eredeti. Ez bizony a telefonvezeték, tehát újra hasznosították. Aztán ki tudja, hogy működik-e még, vagy nem, mert ugye a hagyományos analóg telefon már igencsak kihaló félben van. Gyakorlatilag már azért olyan szolgáltatás, amit vezetnek ki a piacról. De már kb. Évek óta, olyan, már 6 éve is az volt, hogy már új előfizetés nem fogadtak el, hagyományos sima analóg telefonra, és áthelyezni se lehetett a vonalat. Szintén egy átjáró, ahonnan már kibontották a vágányokat. Itt pedig egy régi őrház. Szerintem a sorompó őrhely lehetett. Valószínűleg volt egy tekedős sorompó, illetve esetleg innen kezelték a bejárati jelzőt, és hoppá, és van mellette egy szolgálati lakás is. Ez egy régi szolgálati lakás volt, itt az őrhely mellett, de ez lehet, hogy lakott, ugye nézd, kerti bútorok is vannak, mert be van kötve a villany is, hát nem, úgyhogy ezt hagyjuk. Szerintem magánlakásként él tovább. Bár ki tudja, hogy egyébként lakott-e vagy sem, mert nem tudom, de ezek a régi ézé árnyékolók. Azért ez se semmi. Ugye ezek régi paraszházakon lehet ilyen árnyékolókat látni, ezek még a redőnyöknek az elődei. Van is valami tudományos neve, de most nem jut eszembe. Hogy pontosan hogy hívják ezeket, de hallottam már azt a szót, csak most nem ugrik be. Nem reluxa, mert az más, az ilyen lehúzható, felhúzható, mint a redőny, de valami hasonló. De hát, hogyha lakott is, akkor is eléggé viharvert állapotban van. Na ezt nézzétek, ekkora volt a dzsungúj. Itt a pályatesten, és most ahogy haladunk erre, itt is azért már egy kicsit jobban járható. Viszont lesz itt még dzsumbúj, ahogy elnézem. De hát előre tovább. Aztán majd lesz egy szakasz, ahol egy főút mellé fog érni, miután Vértes-Acsa területét elhagyom, és akkor ha más nem, akkor majd ott lehet menni. De itt még egész jól járható maga a vágány is. Itt még a sinek is megvannak. És ezt nézzétek. Itt van a végül is a nyomvonal, és itt egész jól járható. Még itt is, hát azért látjátok, azért kidőlt fa, de ezt még viszonylag könnyen át lehet lépni, hát ennél durvább akadályokkal is megküzdöttem már ma is. És ismét jön egy erdei szakasz, hát ez most vagy nagyon egyszerű lesz, vagy tényleg nagyon bozót harcos. Ezt nem lehet tudni, ez kétesélyes. Ezt nézzétek, itt van még egy átelesz. Szintén a vonal mentén. És hát a helyzet, ahogy egy ismert filmezés sorozatból való idézet alapján, hát nem jó, de nem is tragikus, azért még lehet haladni. És ugye kijutottam a Vértes-Acsa területéről. Egyébként nem sokára, hogy főút közelébe fog érni. Ezt nézzétek, itt egész jó már a terep. Ez szintén erdei szakasz. Reméljük ennél rosszabb nem lesz. Közben kiérve az erdei részre egy újabb áteres. Itt pedig már csak szántóföldek. És hát tovább. Itt viszont van egy pöjéri mellette mindkét oldalt. Ami jó hír, mert hogyha nagyon begazosodik, akkor lehet menni mellette. Erdei szakasz bevágásba.
de szerencsére ez nem egy szúrós növény, csak sokszor félre kell hajtani az útból, és hát van, ahol meg muszáj, mert hát nem tudok mellette menni. Meg ami könnyen törik is, ha rálépek, csak szívesen, meg itt vigyázni kell a nedves talfákra, amik ugye mohások is, és nagyon csúsznak. Úgyhogy itt még körülbelül 2 kilométerig hasonlóra lehet számolni, ameddig nem jutok el Vietes Boglárig. Hát igen, na ilyesmi. Ez az igazi dzsungelharc. Na ezt nézzétek. Itt van egy átteresz, és ez már egy nagyobb patak, ami fölött most átmegyünk. És a dzsungel az csak elősödik. Viszont egyre közelebb vagyok Vietes Boglárhoz. Na, és akkor ismét egy másik szakasz. Itt már betonaljasabb felépítmény. Vagyis hát az volt. Érezhetően kisebb a gaz is. Meg a betonaljakon könnyebb sétálni, mint a talfákon. És mindenki sincs ennek. Villanyvezeték az ismét van előttünk. Ez viszont már biztos, hogy 400 kilovoltos. Ezt nézzétek, itt volt valaha a vasút. Látjátok, itt vannak a talfamaradványok, itt ebben a bevágásban is. Hát most itt mellette ezen az úton megyek. Itt most egyszerűbb. A sineket azt már itt is ellopták. Viszont itt nyíl legyenes út vezet mellette. Sőt, így jobban megnézve lehet, hogy egyébként ez volt a vasút területe, csak itt felszedték és járnak rajta, mert nézzétek, csak itt van egy áteresz és ágyazott maradvány. És arra is tovább. Tehát csak bedobálták ide a talfákat a mellette ide a zárokba, a töltés aljára, de akkor ez volt a vasúti töltés. Érdekes minden esetre. Akkor viszont ez a vasút területe, és az csak az érdekes, mert sodompóval le volt zárva. Na ezt nézzétek, itt van egy híd, és itt volt valahol Vietes Boglár megálló hely ezen a szakaszon. Szerintem leginkább itt, ahol a földút elhagyja a vasúti pályát, valahol itt lehetett ezen a környéken. Hát sajnos nyoma már semmi nincsen, pedig volt itt egy felvételi épület is. Vagyis hát nem felvételi, mert ugye megállóhelyi épület volt, de annak aztán már semmi nyoma, szerintem valahol itt lehetett ezen a szakaszon. És esetleg itt a vadászles környékén. Ebből aztán meg már végképp nőni ki, de például itt elfért egy épület, tehát lehet, hogy valahol itt volt. De hát ennek már semmi nyoma nincsen, és hát 1979-ben szűnt meg a vasútállomások pontú szerint a megállóhely. Hát igazából egy évvel a vasútvonal megszüntetése előtt. Ezek szerint. Mondjuk érthető is, mert itt aztán tényleg nincsen semmi a környéken. Tehát a Vietes Boglárnak itt még híre hamva sincsen, tehát... És viszont itt folytatódik tovább, itt a talpák ugyanúgy megvannak. Szalad a Bambi valamerre. És hát akkor a következő megálló az már alcsú doboz lesz. És itt ismét betonaljak vannak. Ott a háttérben dolgozik egy munkagép. Hát haladunk tovább innen, tényleg. Ja, alcsú dobozon nem volt megálló a vonalon, tehát a következő az alcsú felcsú volt, közös megállójuk volt, viszont az alcsú dobozi arborétum előtt van a Várvölgyi Kisvasútnak a végállomása. És hát 2 éve, amikor Bicskétől bejártam alcsú dobozig, akkor ugye ott hagytam abba. Tehát addig elmegyek, és onnan kisétálok az arborétum mellé, vagy besétálok felcsútra, és akkor ott szállok fel a buszra. Azából mind a kettőre van idő. Majd megnézem a térképen, hogy melyik van közelebb. Kezd ismét gazosodni a helyzet, de azért még ez járható. És hát errefele tovább. Hát csak ezeket a nagy bozontokat kell kerülgetni azért. Annál nehezebb, mint ami ott eddig volt, ott ahol már ilyen földutat csináltak belőle, de hát volt már ennél rosszabb is. Úgyhogy nincs, meg hát nincs mások hátra. Néhány kilométer, aztán ott vagyok. Erről jöttem, lássátok.
És itt egész járható volt a vágány, vagyis annak a maradványa. És errefele fogunk tovább menni. Egy átedesz, sőt van még egy ott, van egy földút, és annak is van egy külön. Ez érdekes, ez a boltíves átedesz, és ez még nem vasbeton. Látjátok, ez még kőből van kirakva, hát még a vasbeton korszak előtt keletkezett. És ezt nézzétek. Sínszál, de és mióta nem volt. Ja. Ez a pattogás, ez onnan a villanypásztorból jön. Ha valaki esetleg kételkedne abban, hogy van benne áram. És a pattogással az lehet, hogy valahol szerintem hozzáér valami nedves fa, vagy ilyesmi. És a... Aha, ott! Nem tudom, láttátok-e, de ott szikrázik. Van benne áram, hanem egy ilyen ritmus alapján így kapcsol ki meg be. És amikor éppen visszajön az áram, akkor valamihez hozzáér a vezetés, akkor így akkor hallatszik ez a szikrázás. Ezért csalóka az, hogyha így kézzel próbálod, így kézfejjel csapkodva, megnézni van-e benne, mert jó, megcsapkodod, és akkor éppen nem ezért csapott meg, akkor gondolhatod azt, hogy nincs benne, egyébként meg van. Egyébként arra megy tovább a hasút. Na, hát a nemzetközi helyzet egyre fokozódik, hogyha az nem is, de ha a dzsumbúj helyzet az igen, azt nézzétek. És itt az átjáró, ahol egy darab sínszál megvan. És itt folytatódik a vasút tovább erre. És ezt nézzétek, itt van még egy átövesz. És ez is még a vasbeton korszak előtti, ez még kőből épült. És érdekes, hogy az előbb is a közúti az ilyen volt, a vasúti pedig már vasbeton. Hát ugye a közútnak már nincsen. És hát itt van a töltés. És egyébként innen már nagyon közel van. A csúddobozi arborétum. Én lemásztam a töltést, hogy ezt megmutassam nektek, de ennyi. Látótávolságba. És itt van maga az átevesz, hát betonaljak még megvannak itt is. És itt van az utunk vége, nagyjából. Ugye, itt van a töltés, ez egy is földkúp, és innestől kezdve a Várvölgyi kisvasút, ami már keskeny nyomtávon, ez az újraépült szakasz. Kiátok, hát ez az alcsú dobozi végállomás pútkor, itt fejeztem be. Ennyi, ez a földkúp, és talán esetleg majd valamikor folytatódik arrafele is, bár elsődlegesen én inkább a másik oldal fele tartanám reálisnak, hogy Bicske fele. Hogyha Bicskei megépül, ott akár egy közös peronos átszállást is lehetne alkotni, és akkor arra hasznosabb lenne, mert akkor nagyvasúti kapcsolat meg lenne. Aztán, hogyha itt Lovasberényig megépül, akkor meg itt ugye onnan meg a nagyvasúti kapcsolat az annyi lehetne, hogyha a pályát megint rendbe lakják annyira, hogy vonat elmehet, vagy akár az sem elvetendő dolog, hogyha már elforgalom nincs, hogy fonódó vágányként egy harmadik sín berakva, akkor Fehérvárig, de hát aznak meg nem tudom, hogy mint emelni. Turisztikai forgalom, de az már sok lenne, viszont hivatás forgalomban viszont sebességemeléssel megoldható, itt is azért betonaljak, ugye az ágyazat is rendes bazaltkő, 48-as sínek vannak, tehát ezen simán, 60-as simán alkalmas lenne. És az már hivatásforgalomra, az már elég lehet. Persze, ugye akkor már jármű is kell hozzá, mert oda már az MK48, meg a szenes kályhás fűtésű kocsik már nem elegek. Még akkor sem, hogyha az első, hogyha légkondit is szereltek itt benne. De hát egyébként itt van a végállomás, itt van egy váltó. Hát most jelenleg úgy tudom, a kisvasút nem működik. Ugye már téli üzemszünet van. A legtöbb kisvasút eleve október végén bezár, most meg ugye járványügyi helyzet miatt valószínűleg akkor is bezárna, ha egyébként nem tenni. És hát akkor előre majd ott van egyébként az alcsútdobozi arborétum bejárata, és valahol ott lehet lemenni alcsútdobozra is. Van itt valahol egy felüljáró, azt kéne megtalálni.
És akkor le lehet menni a csúkdobozba, és ott a busz megállót megkeresni. És itt is van a válasz, hogy járványügyi helyzetre tekintettel, vagy a egészségi szempontokat figyelembe véve, nem megy. És a WC is. Hát úgy látom, hogy mit sem változott, tehát a toj-toj WC ide berakva. Már végül is bevált, úgyhogy minek változtassanak rajta. Ennyi. Hát itt meg ugye felett van. Ma is sok minden változott, mióta itt jártam és utaztam vele. Hát mégis mi változott volna. És akkor itt lesz a felüljáró valahol. Na mindegy, hát be kell menni a faluba. Ja, tettek ide egy vízkutat, lehet, hogy ez még működik is. Hát nem tudom, ez a múltkor itt volt, amikor jártam, de már emlékszem. Mondjuk, ja, nem is működik, szerintem téliesítve van, és elzárták már, hogy ne fagyjon be. Hát, és itt lesz valahol egy felüljáró, ahol az út elmegy, és az vezet le szerintem a faluba. Ezt megkeresem. És akkor gyaloglás a csúddobozközség házavasút állomása felé. Hamarosan egyébként keresztezni fogom valószínűleg a kis vasutat is. Ugye, felcsút fele. Aztán majd meglátjuk. Nem, hát 16-10-kor indul egy busz, az még fél óra, azt kényelmesen el is fogom érni. Szerintem egy olyan 500 méterre jelzi a Google, hogy ott lesz a busz megálló. Ezt nézzétek, ez viszont az épület nekem nagyon gyanús, ez úgy néz ki, mint egy régi vasútállomás, pedig biztos nem az, mert itt nem volt. Tehát a csút felcsútnak külön, vagy pont az, hogy közös vasútállomása volt, nem volt a csútdoboznak külön. De mégis ez egy régi vasútállomás, mint ahogy elépítették. Tehát két felvételi épület, meg egy szekötő, de ez lehet, hogy bővített. De mondom, ez hasonlít egy vasútállomásra. Ugye, rendes épület, és akkor ott a padlásnál ugye a luk meg körülött a vakolatdísz. Hát a stílus hasonlít, de biztos, hogy nem az volt. Csak egy kis érdekesség. És akkor itt a WC, Alsúddoboz, Szabadság utca 31. Hát mintegy, kb. 15 perc és megérkezik a busz. Aztán azzal idány Bicskén a vonatra, és utána haza. Akkor itt a vége, köszönöm, hogy ezt a videót is megnéztétek. Hát most már csak ez az egy kólám van, ezt még megiszom, mire a busz megérkezik, aztán irány hazafele, úgyhogy köszönöm, hogy néztétek, sziasztok, találkozom a következő vonalbejáráson.